Call it the newest wonder. Call it the future trend. It's got the sauce, the bottom cherry on top, a side of joy. Sziasztok srácok, és köszöntök titeket a mai videóban. Az a helyzet, srácok, hogy az elmúlt egy hetet, azt mi külföldön töltöttük, viszont nem akarok hazudni, jöttem már haza kellemesebb környezetbe egy utazás után. Aki esetleg nem látta volna, ennek a videónak van egy első része is, egy héttel ezelőtt töltöttem fel, ahol elkezdődik az egész felújítás. Viszont pont amikor jöttek szétbombázni az egész lakásunkat, akkor mi elutaztunk, úgyhogy kipakoltunk mindent a helyére, elpakoltunk mindent, és hát tulajdonképpen ebbe érkeztünk haza. Ami egyébként ennél a helyzetnél is sokkal rosszabb volt, ugyanis miközben kint voltunk, a szüleim küldözgettek pár videót, hogy hogyan alakul az egész felújítás, és hogy néz ki az egész lakás, illetve hát nyilván a fürdőszoba, ami miatt most egy csatatér az egész lakás. Viszont az a helyzet, hogy történt egy pici változtatás a múlt heti videóban elhangzottakkal kapcsolatban, ugyanis a csövek elhelyezkedése miatt, illetve a méretek miatt, a fürdőkád méreti miatt, stb. Egy picit változtak a tervek. Egyelőre még be nem jöhet, hú, de visz hangos. Jézusom. Szóval egyelőre még nem mehetünk be, mert ma lett még csak befejezve a csempe, úgyhogy még száradnia kell, illetve a fugának is. Egyelőre egy kívülről meg tudom mutatni nektek, hogy nagyjából hogy fog kinézni, vagy hogy néz ki a csempézés után a fürdőszobánk. Az a helyzet, hogy eddig ugye ott volt a kád, és ott volt egy ilyen fürdőszobaszekrény, vagy mosdószekrény, itt volt a boiler, és ez most egy picit változni fog, ugyanis ott a spájz miatt, hogyha odarakítuk volna a kádat, ahova eredetileg terveztük, akkor nem férnénk el, nem tudnánk ott átmenni a WC-hez. Éppen ezért megcseréltük az egészet, és a kád ide fog jönni, tehát ahogy belépünk, szembe lesz velünk a kád, ugyanúgy itt marad a törülköző szárító, viszont oda fog menni a fürdőszoba szekrény, vagy a mosdó szekrény, úgyhogy az a kettő az fel lett cserélve. Itt van egyébként a kád, így fog kinézni a kádunk, amit már itt a videó elején szeretnénk megint megköszönni a Wellis Magyarországnak, ugyanis ezeket a premium szanitereket tőlük kaptok, úgyhogy lent a leírásban megtaláljátok mindegyik szaniterhez a linket, hogyha valamelyik kis kiegészítő tetszik, utána tudtok nézni. Szóval itt a kádunk, az már látszik, hogy kb. Mekkora lesz és hogy fog kinézni. Egyébként ez egy ilyen téglalap alakú kád lesz, ami különálló kád, tehát nem a falba lesz beépítve, mint az előző. Illetve itt van mellette a fürdőszoba szekrényünknek a tetejére való márványlap, ami nagyon-nagyon jól néz ki, és egyébként ez tök véletlen, hogyha megnézitek, hogy néz ki ez a márványlap, és hogy néz ki a csempénk, akkor tökre hasonlít, szóval mint hogyha ugyanaz a minta lenne. És egyébként ez tényleg a véletlen műve, mert nem néztük össze a csempét ezzel a márványlappal, azt tudtuk, hogy fehér csempét szeretnénk, nagyjából tudtuk, hogy ennek is ilyen fehéres színe lesz, de nem néztük össze a mintát, és konkrétan, mint hogyha teljesen ugyanaz a minta lenne mind a kettőnek. Amikor ezt a videót felveszem, innentől kb. Még 3-4 nap van a fürdőszoba elkészüléséig, nyilván ebben a videóban látni fogjátok, hogy fog kinézni, de én egyelőre se a fürdőszobát nem látom, hogy milyen lesz, de amit a legjobban nem látok, az, hogy ebben az irdatlan nagy rendetlenségbe hogy fogunk rendet rakni. És akkor mielőtt előre utazunk az időbe, és megmutatom, milyen lesz a fürdőszobánk, megmutatnám nektek, hogy hol lakunk addig, vagy hol alszunk addig, amíg a felső szinti teljesen szét van bombázva. Az a helyzet, hogy a hálószobánkba be tudnánk menni, de nem akarunk, mert olyan por van itt fent, és olyan kosz, hogy nem akarunk ott aludni ilyen porba. Viszont itt jön képbe a lenti kis szoba, amit a másik videóban már mutattam, hogy raktárnak használunk. Na hát most nem raktárnak használjuk, hanem ez lett az ideiglenes hálószobánk. Áthoztunk anyuméktól egy régi, kinyitható ilyen ágyat, elnézést a rendetlenségért. Ezen a kinyitható ágyon alszunk most. A Tofunak, a kis korginknak itt vannak szétszórva a játékai, a plédjei, ott a helye. Amit nagyon-nagyon szeretünk, olyannyira, hogy meggondoltuk, hogy lehozzuk ide a hálószobát fentről, az, hogy bármikor, amikor ki kell menni Tofunak pisilni vagy kakilni, igazából csak kinyitjuk a teraszajtót, kiszalad, kim van egy fél órát, és visszajön, mert ugye lépcsőzni nem lépcsőzhet, szóval a lépcsőházba nem tud felmenni a lépcsőn, úgyhogy mindig le kell hoznunk, illetve valamikor nem hagyjuk, hogy jelez, hogy kijönne. Viszont ez így nagyon kényelmes, hogy felállunk, kinyitjuk, kimegy, el van a kertben. Most viszont ennek a mai napnak vége. Nagyon izgatott vagyok a holnapi nap miatt, ugyanis holnap fogják beszerelni a fürdőkádat, a boilert, a mosdószekrényt, a WC-t, mindent. Holnap jön a vizes és holnap köt be mindent. Úgyhogy holnap már egy kicsit fürdőszobább kinézete lesz az egésznek. Nagyon kíváncsi várom, hogy hogy fog kinézni. Hiszem,
el sem hiszem, srácok, hogy eljutottunk idáig. Nincs még vége, nincs még vége, de látszik a fény az alagút végén. Hát rend az még mindig nincs a lakásba, úgyhogy majd ez egy következő lépés lesz, viszont a fürdőszobán kezd alakulni, ugyanis bekerültek a szaniterek, és a csempe is teljesen készen van, úgyhogy most már fürdőszoba kinézete van. Még Ré nem is látta, ő majd, ha ma hazajön munkából, akkor fogja látni. Kicsikét, még üres, meg egy kicsit visszhangos, valószínűleg ezt halljátok. De legalább már nem úgy néz ki, mintha egy bomba robbant volna fel itt középen. Ahogy mondtam, a fürdőkád és a fürdőszobaszekrény fel lett cserélve, mert hogyha a fürdőkád ide került volna, ugye a különálló csaptelep miatt nem lehet a falhoz rakni, így itt nem fértünk volna be a WC-hez, úgyhogy ezért ez fel lett cserélve. Amúgy egyáltalán nem rossz, ha izgultam tőle, hogy milyen lesz, egyáltalán nem rossz. A boilerünk, az új boilerünk is felkerült, egyelőre még így van megoldva a áram, ugyanis ott fent ez a konnektor még nem működik. Illetve még itt a csaptelep fölött, itt még lesz egy lámpa, csak az még nincsen meg, plusz lesz alatta egy tükör, úgyhogy az már be van kötve egyébként, tehát ezzel lehet majd fel kapcsolni a lámpát, de egyelőre még ez nincs meg. Itt a kád mögött, itt hagytunk egy kicsit több helyet, mert anyumék mondták, hogy nagyon rossz itt takarítani, hogyha közelebb van a kád, mert ugye lehetett volna az egész még közelebb a falhoz, de így könnyebb lesz itt kitakarítani mögötte. Ezen kívül is felejtettem, felkerült a törülköző szárítónk is. Hál' az Istennek nincs sok vitánk Rével, viszont ami mindig vitát gerjesztett, vitát okozott, az az volt, hogy amikor kiszálltam a fürdőkádból, és elmentem a törülközőkig, és utána visszasétáltam megtörülközni középen, volt, hogy le is dobtam a törülközőt a földre, feltöröljem a vizet. Ebből azért voltak vitáink. Most viszont ez megoldódott, ugyanis itt fogok fürdeni, majd befejezem a fürdést, átnyúlok ide a törülközőkért, megtörülközök a fürdőkádba, semmi nem lesz vizes, visszarakom a helyére a törülközőt, kiszállok a fürdőszoba szőnyegre, ami már nem lesz annyira vizes, mint hogyha teljes vizes testtel szálltam volna ki, és nem lesz többet belőle vitánk. Itt az ajtó mellett, hogy belépünk, volt egy nagy szekrényünk, egy olyan szekrény, ami rajta volt minden sampon, borotva, WC-papír, stb. Tehát minden ide volt pakolva, ami elég sok helyet elvett azért ugye a fürdőszobából. Most viszont ez megoldódott, ugyanis itt a csap alatt van három különálló rész, amiket ki tudunk húzni, illetve ki tudunk nyitni, és ide be tudunk pakolni mindent. Egyelőre még nem vagyunk készen, szóval ez ilyen, nem tudom, 80%-os állapot szerintem. Most hazajön Ré, megvárom, hogy hazajön, ő megpillantja először, megnézzük, hogy hogy tetszik neki. Jó reggelt! Megkezdtünk a sétából! Nincs oda! Jó kis tofu baba! Szia baba! Na, készen? Várjál, még nem. Ja. Készen álltok? Ha. Te is most fogja először látni. Pisi, most, jössze ott igen, minden. Igen, pisi le majd a kis fürdőszoba szőnyegünket. Jó, de fáradtak vagyunk. Jó, nagyon álmi a kis kuty maga. Új, de van most. Na, figyelj, Cuki. És... Nagyon álmi. Ű, de szép ez a macska. Na. Mehet, menj. Tuti? Mehet. Úristen! Gyorsan szabolj körbe, mi van itt? Na, hogy tetszik, tofu? De hogy tetszik? Nagyon jó lett. És amúgy azt mondta a szerző, hogy... Igen. Meg hát berendezzük, mert úgy berendezzük, hogy berakjuk hát a cuccainkat. Nézd, azt vettem észre, hogy ez tök véletlen, de hogy a márványlap az ugyanolyan, mint a csempe, amit választottatok, és ezt ugye egymástól külön választottátok. Oda be tudunk pakolni. Itt a kádunk. Elférsz? A tofu elfér? Hogy tetszik, tofu? Jó lesz ezt összekakilni, meg pisilni? Így, de majd oda tudsz majd kakilni. Jaj, de szép, oda tud majd kakilni. Igen. Majd ha fürdetni kell, szerencsére a tofut nem kell sokat fürdetni. Nagyon jól áll neki is. Jó van, tofu. Call it the newest wonder. Call it the future trend. It's got the sauce, the bacteria, top of a tükör még sajnos nem jött meg, és nem is tudjuk, hogy mikor fog megjönni. Nyilván a lámpa majd attól függ, hogy mikor lesz berendezve. Viszont nagyon jó lett. Úgyhogy nagyon örülök neki. Még egyszer nagyon-nagyon köszönjük a Wellisek a szanitereket. Mindegyiket lent belinkeltem a leírásba. Úgyhogy hatalmas köszönet. Illetve hát majd, hogyha teljesen be lesz már rendezve, nyilván ez még egy pár hét, hogy ezt belakjuk, akkor Instagramon vagy sztoriban megosztom a teljesen kész fürdőszobánkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el követni Instagramon, TikTokon,
ne felejtsetek el feliratkozni, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! És most pakoljuk be. Oké. Okay.